azonnal kezdődik a videó, azt viszont tudnotok kell, hogy ebbe az egész videóba a saját véleményem van benne, semmiben nem befolyásolt az Asus, azt mondhattam, amit akartam, viszont azt tudnotok kell, hogy mi az Asus-szal itt kint úgymond szponzorálva vagyunk, tehát lesznek tartalmak, amik megjelennek a Tech videón és a Tech betyáron, amit az Asus Magyarország megtámogatott. Drő vagyok és a Tech betyárt nézitek, és itt vagyok kint Taipeibe, Tajvanba, hogy részt vegyek a Computex kiállításon, rengeteg érdekes terméket mutatnak be, kijöttem Balázsral, és az Asus meghívott egy eseményre, ahol bemutatták a legújabb termékeiket, köztük az első gamer telefonjukat, az Asus ROG Phone-t, tehát most következzen egy olyan videó, amiben elmagyarázom az 5 legérdekesebb dolgot, amit tudnod kell az Asus ROG Phone-ról. Az első és a legfontosabb természetesen a kijelző, ez az, amit mindenki néz. Ez esetben kapunk egy 18:9-es képarányú kijelzőt, ami nem mellesleg AMOLED, és a legfontosabb, hogy gamer, tehát folyamatosan valami történik a kijelzőn, 90 Hz-es képfrissítést kapunk, ami mondhatnánk, hogy egy kicsit kevés, mert hogy ott van ugye a Razer, aki bemutatta majdnem egy éve a saját gamer telefonjukat, ott 120 Hz-et, viszont a 120 Hz és a 90 Hz között nem nagyon lehetett különbséget tenni, mondjuk amikor valaki tényleg csak böngészi a telefont, viszont egy dolgot hozzátett az Asus, hogy 1 millisekes válaszidőt kapunk, tehát valamit valamiért egy kicsivel kevesebb refresh rate-et, viszont nagyon jó, nagyon gyors válaszidőt kapunk. A telefon masszívnak tűnik, pontosan azért, mert egy ilyen nyújtott kijelzőt kapunk 18:9-es képarányban, ami pedig 6 incses. A második legfontosabb a gombok. Vannak látható és nem látható gombok, ilyen például a hangerőszabályzó és alatta a bekapcsoló gomb. Nekem ez egy kicsit elsőre alul helyezkedett el, viszont erre is megvan a magyarázat. Ez a telefon úgy lett megdizájnolva és megtervezve és elkészítve, hogy horizontális játékra legyen tervezve, tehát más gyártóknál már korábban láttunk arra funkciót, hogyha erősen megszorítjuk a telefont, akkor valamit erre be lehet programozni, mondjuk elindítja a Google Assistant-et, vagy más harmadik alkalmazást. Viszont mivel ezt horizontális használatra tervezték, ezért megvan az a lehetőségünk, hogy a mutató ujjunkkal meg tudjuk szorítani a telefonnak a jobb oldalát, meg van szépen jelölve, vagy a bal mutatójunkkal a bal oldalát, és így akár például, ha egy autóversenyzős játékkal játszunk, akkor a jobb oldal lehet a gáz, mint egy rendes kontrolleren, a bal oldal mondjuk legyen a fék, és a hüvelyk ujjunkkal pedig simán tudunk kezelni mondjuk, amellett, hogy kormányozunk, mondjuk a Nitro gombot tudjuk így nyomni, így sokkal kényelmesebb játszani 4 ujjal. Ami nekem még fura volt az, hogy amikor játszottam vele, és esetleg nyomtam a gázt, akkor nem éreztem, hogy most nyomom a gázt, vagy nem, mivel ez nem egy fizikai gomb, ez azért szerintem a jövőben hozzá kell szokni. Harmadik legfontosabb a teljesítmény és ennek a hűtése. Minden specifikáció lap megtelik ezzel, mert hogy egy Snapdragon 845-öst kapunk, 2,96 GHz-en lehet ezt az egészet robogtatni, 8 GB RAM-ot kapunk mindig, és lehet választani, hogy a 128-as vagy az 512-es belső tájhelyet szeretnénk. Ezt a teljesítményt pedig a lehető legtovább szeretnénk élvezni, ezt pedig megspékelték egy 4000 mAh-es akkumulátorral, ami elvileg sokáig kell, hogy bírja ezt a teljesítményt. Ha pedig nem bírná, akkor a telefont alulról lehet tölteni, viszont itt jön képbe az Asusnak az újítása és a gamer phone-nak az újra gondolása szerintem, hogy ezt a telefont tényleg horizontálisan tartjuk, tehát ha játszunk, akkor mindig útban van a jack csatlakozó vagy az USB-C csatlakozó, mert hogy rá akarunk tényleg markolni a telefonra. És erre mondták ők, hogy akkor rádobunk egy plusz csatlakozót a telefonnak a bal oldalára, egy USB-C-t és egy ilyen speciálisat, és az alapcsomagolásba, ha megveszitek, akkor kaptok egy ilyen dokkolót, amit rátesztek, ez nem mellesleg, hogy hűti a telefont, tehát tényleg egy ventilátor van benne, és emellett pedig továbbra is fogjuk tölteni, tudni a telefont a telefonnak a bal oldalán. Tehát, hogyha a telefont egyszerűen csak horizontálisan tartjuk, akkor alul lejön egy kábel, amint tudjuk USB-C-n továbbra is tölteni, és akár a jack csatlakozóval tudjuk hallgatni a legjobb játékainkat. És ezt a kis plusz dokkolónak a ventilátorát be tudjuk állítani pluszba szoftveresen, hogy milyen gyorsan menjen a ventilátor, mennyire legyen hangos, és mennyire hűtse a telefont játék közben. Amit érdemes megemlíteni, hogy ha ezt a kis plusz dokkolót ráteszed, akkor a telefon automatikusan átvált horizontális módba, tehát onnantól kezdve úgy kell kezelni a telefont.
A negyedik legfontosabb RGB, vagy magyarosan RGB. Gamer cuccról beszélünk, tehát a legszínesebb dolgokat megkapjuk, és a legjobb dolog ebben, hogy a hátlapon a ROG felirat, logó pedig RGB világítás kapott, és az a legjobb az egészben, hogy be tudod állítani, mint mondjuk a gamer rogos billentyűzetednél, vagy a laptopodnál, hogy ilyen színciklusban, vagy más egyéb módon világítson, vagy egy aktuális szint jelenítsen meg. Én például rádobtam a tekbetyáros kék szint, vagy akár egy vörös szint. Megkérdeztem az ott lévőket, hogy akár ezt az egész RGB-s hátlapi megvilágítást túl lehetne azzal gondolni, hogy értesítésekre lehetne használni a jövőben. Például, hogyha Snapchaten, Instagramon kapsz egy üzenetet, akkor különböző értesítésekre különböző színeket állítsak be. Hát azt mondták, hogy ez még jelenleg nincs meg, de biztosan bele fogják dobni ezt a funkciót. És akkor gondolhatnánk azt, hogy az Asus elfelejtette azt, hogyha ezt az USB-s dokkolót rádugjuk a telefonra, akkor nem fog látszani az RGB-s ROG logó, és akkor mi lesz az RGB-vel, hogyha úgy játszunk. De van egy jó hírem, hogy ezen a plusz dokkolón és hűtőn van szintén egy ROG logó, ami szintén RGB-s, tehát ugyanúgy be tudod erre is állítani, hogy milyen színciklusban vagy milyen szint mutasson, miközben használod. Az ötödik legfontosabb a kiegészítők. Jelenleg annyit tudok róla, hogy meg lehet vásárolni egy pakként, ahol megkapod magát a telefont, egy speckó töltőt hozzá, és ezt a ventilátoros hűtést hozzá természetesen. A második pak pedig az a fullos pak lesz, amikor az összes kiegészítőt megkapod hozzá. Három ilyen kiegészítőt kapunk, beszéljünk most inkább az elsőről. Az első az tulajdonképpen egy ilyen dock station, amire ráteszed a telefonodat, ugye a speckó csatlakozó segítségével, és így a kedvenc játékaidat fogod tudni játszani, akár egy külső monitoron, külső billentyűzettel és egérrel. Természetesen ennek is van RGB-s megvilágítása, tehát ettől nem fogsz szenvedni, viszont a kedvenc PUBG játékodat fogod tudni játszani külső billentyűzettel és külső egérrel. A második ilyen kiegészítő a TwinView Dock, ami tulajdonképpen arra van, hogyha esetleg két ilyen telefont vennél, akkor megvan az a lehetőséged, hogy ezt szoftveresen az Asus fogja támogatni. Tehát ha mondjuk éppen szeretnél streamelni egy játékot, miközben játszol, akkor megvan erre a lehetőséged, mert a másik telefonnak fogja használni az előlapi kameráját, és közben Twitch-en látod a chatet. Ez tök hasznos lehet olyan gamereknek, akik tényleg telefonról még többet szeretnének streamelni, és ilyenkor kapunk egy plusz kis borítást az egész telefonok köré, tehát mint egy szendvics össze lehet hajtani, hogyha pedig kihajtjuk, akkor természetesen lehet így vele játszani. Ha pedig nem szeretnénk streamelni, akkor megvan az a lehetőség, hogy az Asus együtt fog dolgozni ezekkel a játékfejlesztőkkel, hogy plusz funkciókat adjanak hozzá egy másodlagos kijelzőként, mint korábban a Nintendo már csinálta. Tehát ha mondjuk PUBG-zel vagy Fortnite-hoz, akkor az egyik kijelzőn látod magát a játékot, és mondjuk a plusz kijelzőn plusz adatokat láthatsz, vagy mondjuk a térképet. A harmadik és egyben utolsó kiegészítő pedig a Vigig Dog, amit tulajdonképpen egy kontroller, amit rá tudsz cuppantani a telefonodra, jobbra és baloldalra, és amikor horizontálisan játszol, akkor ezt meg tudod osztani a kedvenc tévéden, egyszerűen rá tudod dobni, ha egy buliba vagy, és mondjuk egy autóversenyzős játékkal játszol, akkor azt nem csak te látod, hanem a haverjaid is tudják közben élvezni. Tehát ez az öt dolog volt számomra a legfontosabb az új Asus ROG Phone-nal kapcsolatban. Továbbra is itt vagyok kint Taipeibe, forgatom ezerrel nektek a videókat, tehát számíthattok még plusz tartalomra itt. Hogyha pedig beszeretnél látni a színfalak mögé, akkor iratkozz fel mindenképp a csatornára, nyomd meg a harangombot, mert hogy nem sokára elkészül majd az egész Taipei-es vlog utazásos videó az Asus Magyarország jó voltából, tehát szerintem szuper jó videó lesz, mert rengeteg dolog történt, elmentem az Asusnak a főhadiszállására, Taipei 101, éjszakai Night Market, itt Taipeibe, itt Balázssal, tehát mindenképp iratkozz fel a csatornára, ha pedig csak ilyen kis szeleteket szeretnél látni az egész videóból, és hogy hogyan forgatok, milyen felszereléssel, és hogy hogyan néz ki ez az egész túra, be szeretnél látni a színfalak mögé, akkor Tekbetyár néven megtalálsz az Instagramon. Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!